Első körben döntés született a terület és településfejlesztési operatív program megyei pályázatairól. A források harmadát már le is kötötték. Az úgynevezett TOP-ban többek között ipari park fejlesztésre, intézmények felújítására, környezetvédelemre, utakra, turisztikai beruházásokra lehetett pályázni. A majdnem 90 milliárd forintos összegből több mint 180 projekt valósulhat meg a megyében. Vásárosnamény körülbelül 847 millió forintot nyert első körben a keretből. Filip Sándor, a város polgármestere a vendégünk, jó estét kívánok! Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit! Hozzátettem, hogy körülbelül 847 millió forintot, hiszen ez az első körös pályázat még bővülhet is. Mit nyer Vásárosnamény ezzel a programmal, mert az önkormányzatok számára a 2020-ig tartó Európai Uniós forrásokból ez ad lehetőséget fejlesztésre? Nagyon fontos megemlítenem és azzal kezdenem, hogy terveztük ezen programokat, tehát nem adhok módon vágtunk bele. Gyakorlatilag olyan 3 milliárd 600 milliónyi forintra pályáztunk összességében. Nyilván ez még az első szakasz, ezen vagyunk túl. Ennek is nagyon örülünk, hiszen látjuk azt, hogy valami végre elmozdult a TOP-ok területén, és nagyon fontos dolog számunkra, hogy az ipari terület fejlesztése elkezdődhet, hiszen közel 510 millió forint az, amelyet erre az ipari terület fejlesztésre fordíthatunk. Nagyon fontos, hiszen a 41-es számú főút mentén helyezkedik el az ipari terület, és meg kell említenem, hogy Vásárosnaménynek sajnos ipari parkja soha nem volt, de ez az ipari terület elkezdhet fejlődni. Egy kétszer egysávos út építésével, csapadékvízelvezetővel, közvilágítással készülünk a ide települők fogadására, illetve szeretnénk egy 600 négyzetméteres csarnokot is megépíteni, esetleg ezen csarnok bérbeadásával, illetve kapcsolódnánk a közfoglalkoztatáshoz, a közfoglalkoztatásban használt eszközeink tárolására is tudnánk ezt használni, hiszen ezen területtől nem messze esnek olyan területek, amelyeket mi, mint önkormányzat művelünk meg a startmunkaprogram és közmunkaprogram keretében, illetve egyéb úton. Ez a jogcím egyébként ebben a forráskeretben érdekes volt, hiszen úgy gondolták volna, hogy a vállalkozások nyerhetnének fejlesztésre, vagy bővítésre, vagy beruházásra, és nagyon sok önkormányzat kimondottan örül annak, hogy az ipari parkot ők bővíthetik, vagy fejleszthetik. Hogy van ezzel Vásárosnamény? Ezzel mi is így vagyunk, és minden valamire való vállalkozó, amikor egy településre oda teszi a lábát és bekérezkedik, megjegyzem, az autópálya nagyon fontos lépés volt ezen a területen Vásárosnamény tekintetében. Először az önkormányzatot keresi meg, a polgármesterrel egyezhet először, és tudja meg azt, hogy egyáltalán van-e olyan terület, amiben ő gondolkodhat, van-e olyan esetlegesen munkafázis, van-e olyan elképzelés, amit ő ebben a térségben meg tud valósítani. A minap is egyeztettek irányunkban is voltak nálunk már pontosan az autópálya kapcsán, hiszen ennek közelsége a városhoz mindenképpen előre lendít bennünket, ha nem is most azonnal, de a jövőben. Épp ezért fontos az ipari területen olyan útépítés, olyan útrendszer képítése, ami a közlekedés biztonságosá teszi, hiszen a meglévő helyzetben az adott területekről az adott gazdálkodást, esetlegesen termelést végző vagy szolgáltatást végző vállalkozásoktól kihajtani közvetlenül 41-esre lehet, ez pedig nem kellően biztonságos. Jelentheti ezt, vagy ez azt is, hogy ezáltal a fejlesztés által bővülhet az ipari terület, vagy bővülhet azoknak a vállalkozásoknak a száma, amelyek ott működnek most? Mindenképpen a vállalkozások ide csábítása nagyon fontos számunkra. Az önkormányzatnak saját területe még van, hithalma nem is nagy terület, de még mindig van. Ugyanakkor látjuk azt, hogy a meglévő és már vállalkozók által benépesített területek ezáltal hatékonyabban kapcsolódhatnak be a mindennapi életbe. Ez azért is fontos lehet, mert hogy van egy másik nagy csomag ebben a programban, ami a paktum, a foglalkoztatási paktum egy része, képzésekre épül, és segíteni mondjuk a közfoglalkoztatottakat a versenyszférába való átjutásban, és így módon az ipari parkban, hogyha települnének vállalkozások, vagy bővülhetnének vállalkozások, akkor lenne munkahely is, vagy ez munkahely teremtéssel összefüggő program lehetne. Nagyon szoros kapcsolatban van a kettő. Látjuk azt, hogy térségünkben sajnos nagyon sok a képzetlen munkaerő, épp ezért a paktumoknak óriási a szerepe, hiszen ha a képzett munkaerőt tudunk biztosítani az ide érkező vállalkozások számára, akkor ők sem mennek tovább, hanem letáboroznak itt, és itt valósítják meg elképzeléseiket. Épp ezért fontosnak tartom a képzett munkaerőnek a megjelenését a városunkban is, és a térségünkben is. Látom azt, hogy szerencsére a közmunka kezd háttérbe szorulni.
két-három évvel ezelőtt Vásárosnyomon 533 közmunkásunk volt, most 350 alatt ez a létszám. Ez több beruházásnak köszönhető, a Swisscrono beruházása, a Kisbéker fejlesztései, a Bépszol fejlesztései, de meg kell mondjam azt, hogy elérte megyénket is az utazás, és rájöttek a közfoglalkoztatottak is, hogyha megfelelően képzettek, akkor akár Nyírbátor, akár Mártésza, akár Kisvárda, sőt, esetlegesen Petneháza is tud munkát nyújtani, és ahol olyan beruházások vannak, ahol szakképzett munkaerőre van, vagy betanított munkaerőre van szükség, az már egyfajta kiút lehet a közmunkába, és ez nagyon fontos mindenki számára. Hiszen egyébként meg a cégeknél szakemberhiány van, és munkaerő hiány van nagyon sok helyen. Hogyha megnézzük a települési szolgáltatás fejlesztést, illetve az intézményi fejlesztést, akkor ugye egy másik nagy területe a toppos forrásoknak, az óvodákra, bölcsödékre jelentős forrás fordulhat. Vásárosnamény esetében hogyan csapódik ez le? Nagyon türelmesek voltunk, kivártuk az óvodafejlesztéseket, többször pályáztunk már rá is, és nem volt eddig szerencsénk, de most nagyon megalapozott pályázattal sikerült bemennünk a topokra. Örömmel jelzem, hogy van ennek egy előzménye, sikerült a nyáron átadnunk egy kistérségi bölcsődét is, és teljes létszámmal működik a bölcsőde, sőt, már túl igény is van, tehát már 15 várakozó gyermekünk is van. Épp ezért fontosnak tartottuk, hogy az óvoda fejlesztéssel az óvodai létszámokat tudjuk optimalizálni, és megfelelő körülményeket biztosítani azon gyermekek számára, akiknek a szülei dolgozni szeretnének, és van módjuk arra, hogy dolgozzanak, hiszen meg kell említenem például a közigazgatási hatósági szolgáltat, ahol 300-an dolgoznak, többségében fiatalok, és azok a kismamák, akik szeretnének mi hamarabb visszakapcsolni az aktív munkába, ők a gyermekeiket el tudják helyezni a bölcsődében és a most fejlesztendő óvodában. Az óvodánkat két csoportszobával, tornaszobával, logopédiai szobával, kis mini játszótérrel szeretnénk bővíteni, és ezáltal a gyermekeknek is örömet szerezni, valamint azért ne felejtjük el azt sem, hogy azért így normális körülmények között dolgozhatnak az óvónőink és a kisgyermekeink szülei pedig nyugodtan végezhetik a munkájukat nap mint nap, hiszen a gyermekeiket biztos és gondos kezet között tudhatják. Akkor létszám van az óvodákban, iskolában. Így van, ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a gyermek létszám csökkenése megállt, és azt látjuk, hogy a szülők a kormányprogramoknak köszönhetően minél hamarabb szeretnének visszaállni a munkába, hiszen nem mindegy, hogy milyen jövedelemből tudják fölnevelni gyermekeiket. A turisztikai fejlesztések is szerteágazóak lesznek a következő időszakban Vásárosnaményben és a környékén, mondhatom ezt így, hiszen már van olyan program, ami elindult, és a beruházások is zajlanak, tartanak. Igaz, hogy ez nem az úgynevezett top programból, de a Beregszíve üdülőközpont az épül, szépül, hogyan? Így van, tehát ugye a Vásárosnamény a Bereg szíve, tehát a szívem fölött az új arculat jelenünk, amelyet most már 2-3 éve igen eredményesen és sikeresen használjuk. Nagyon hatékony kapcsolat alakult ki a Kajakkenu Szövetséggel, ezáltal a Lapátos pihenőhely egyik bázisa lettünk. Az elmúlt héten ezzel kapcsolatban Schmidt Gábor elnök úr tiszteletítette városunkban, megnézte, hogy hogyan alakul a Bereg szíve üdülőközpontnak a fejlesztése, a Lapátos pihenőhely kiépítése milyen ütemben zajlik. Jelezhetem, hogy megfelelő ütemben az előírásnak megfelelően haladunk, és itt aztán tényleg Tivadartól Tokaig, Tiszavasváron keresztül azt hiszem 10-nél több település volt jelen ezen a megbeszélésen, ahol láthattuk, hogy ez a projekt is halad. Ez nem része a topos programoknak, ugyanakkor Vásárosnaményban, ahogy jeleztem is, egy struktúrában gondolkodunk, és ennek szerves része volt a Lapátos pihenőhely, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzati hivatal együttesen a turisztikus fejlesztési programban együtt tevékenykedve konzorciumi tagként jelen vagyunk, és mintegy 161 millió forintos projekt részt sikerült gyakorlatilag sikerülhet majd arra felhasználnunk, hogy a Gergely-völgyi partszakasz visszakapja a régi, még gyerekként emlékszem erre az időszakra múltját, amikor is a kajakosok, kenusok szívesen megálltak itt, de haladnunk kell a korral, épp ezért mindenképpen ingatlanokat fogunk vásárolni, ezeket fejlesztjük,
Szeretnénk olyan közösségi teret kialakítani, kölcsönzőt kialakítani, ahol a fiatalok megpihenhetnek, esetlegesen kerékpárt kölcsönözhetnek, a kajakból, kenuból, bringára pattanva bejárják Szatmárt és Bereget, valamint mai világban a wifi már ugye nélkülözhetetlen, wifivel ellátott helyiséget alakítunk ki, ahol tudják használni laptopjaikat, telefonjaikat, és gyakorlatilag egy pillanatra sem szakad meg a kapcsolata a nagyvilággal, és szeretnénk azt, hogyha olyan tisztálkodási lehetőséget és egységet tudnánk kialakítani, ami a mai kornak mindenképpen megfelelő. Ez is előrelépés, de igazi lenne a szállásfejlesztés, hogyha a Berekben kellene, vagy lehetne tartani a vendégeket, az jó lenne akár pár napra is. Nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.